Rendszeresen keresik darás csípések miatt Bába Marianna házi orvost. Mint mondta, továbbra is sokan alkalmazzák a kalciumos kezelést, pedig annak semmilyen jótékony hatása nincs ilyenkor. A doktornő rámutatott, az allergiás reakciót csak az arra kifejlesztett injekcióval lehet csillapítani. Könnyebbséget jelent, tehát hogyha valakinek már volt valaha 10 cm-nél nagyobb reakcióval járó csípése, az ezt követően házi orvosnál allergológiai beutalóval igénybe veheti a konkrét diagnózist. Vértesztből, labortesztből kimutatható egy speciális ellenanyag szintméréssel a konkrét allergia, és akkor nagyon korszerű, könnyen kezelhető úgynevezett autoinjektort, injekciót írhat föl neki házi orvos, amelyet aztán egész nyáron vagy szezonban magánál hordva megelőzhető az életveszélyes állapot. A kullancsokra is kiemelt figyelmet kell fordítani, ugyanis az enyhe tavasz miatt a szokásosnál többel találkozhatunk. A környékünkön minden 20. terjeszti a Lyme-kort, illetve az agyvelő és agyhártya gyulladást. Ha néhány héten belül akár a csípés helyén megjelenve, akár máshol a törzsön végtagokon 5 cm-nél nagyobb átmérőjű vörös folt, kokárdaszerű jellegzetes vörös folt jelenik meg, az Lyme-kórra utal, feltétlen orvoshoz fordulni szükséges. A kullancs által terjesztett agyvelő agyhártya gyulladásra rendelkezik védőoltás, Magyarországon 2 forgalomban lévő készítmény is kapható. Így időben elkezdhető az oltási sorozat, 3 oltás beadását követően kb. 2 héttel alakul ki a teljes védettség. A szakemberek a strandra járó allergiásokat óvatosságra intik, javasolják, hogy folyadékot csak átlátszó pohárból vagy dobozból fogyasszanak. Így elkerülhető, hogy az édes italokba belerepülő darázs vagy méh szájon keresztül a szervezetbe kerüljön és bajt okozzon.